Sziasztok! Jelentkezünk Leventével a oktató videósorozat 8. részével. Sziasztok! Az Eagle rást fogjuk megtanulni. Menetámzról fogunk menni, mert valamiről kell. A szintiszta Eagle-ről azt kell tudni, hogy elég kockázatos, mert a sasok azzal lettek lenerfelve a játékban, hogy elég lassan készülnek el Feudal Age-ben. Hogy nyilván ne lehessen azt megcsinálni, hogy már Feudal Age-től rögtön spammolod a sasokat. És ugye... Ez egy jó egység egyébként, nagyon gyors, nagyon erős és nagyon kitartó. Igen, meg ugye hát ne felejtsük el a nagy bírszármolját. Nekem személy szerint a kedvenc unitom a játékban a sas. Én nagyon szeretem. Melyik civilizáció tudnak? Inkák? Inka, azték, maja, tehát ez a három. Ugye ezek a mezócivek. Mezócív. Közép-amerikai cívek. És ugye ez a három cív tud csak. Azt is mondjuk el, hogy egyébként, hogy kinek van mondjuk előnye a sasok ellen. Tehát mi a jó egység, mi az antisasok? A sas, a milícia vonal, tehát a milícia, Man-at-Arms, Longswordsman, Two-Handed Swordsman, Champion, tehát a teljes milícia vonal az összes fejlesztéssel, illetve mivel a sasról azért tudni kell, hogy a sas anti-monk, anti-siege, tehát gyakorlatilag két elég komoly, ja és hát a magas pírszármolja miatt ugye nyugodtan nevezhetjük anti-archernek is, bár kimondottan archer ellen nincs bónusza, de hát a magas pírszármol az felér azzal, mint hogyha lenne atak bónusza. És hát simán odafut, és kibírja. Igen. De itt vannak a birkáink. Jó, közben elkezdtük egyébként a játékot, csinálod a szokásos build ordert. Hát, gyakorlatilag odáig nem nagyon lesz semmi új, tehát aki már követte az előző videókat, az tudni fogja, hogy olyan über nagy változás nem lesz, mert... Hát, hogy ez az elefánt, ez bátor. Ari? Ezt próbálom így. Kire. Hatan birkára, négyen fára, utána mehet a malom, és hozott be az első vadat tulajdonképpen, ami itt most éppen egy elefánt. Na most ezt most megpróbáljuk, ezt az elefántot. Simuliba. Ez ne próbálja ki senki, ez ne próbáljátok ki otthon a TC-vel való lelövés, mert nagyon rá lehet faragni. Csak nem tudom, én félek az elefántoktól, tehát ugye több kaja van benne, és gyorsabb és nagyobb a sebez. Tehát nem barátunk az elefánt, azt figyeltek oda, én ha csak lehet, az elefántokat mindig lúmmal szoktam lúrozni. És hát például ez is már necces. Ah, jó, messze van, igen. Meg ráadásul egy kufli benne, pont az erdő mögött van, hogy így mondjam. Na jó. Megpróbáljuk. Hát meg kell, nincs mese. Meg kell hozni. Erre ez a kaja. Ilyenkor úgy szoktam, amikor necces a lúrozás, hogy már még csak egyszer lövöm meg. Aha, látom. És kínosan figyelünk, hogy... Kövessen. Így van, hogy vissza ne forduljon. Ennyit sebez. Jó ez. Ezt ki lehet bírni. Ne! Necces volt. Hát itt ebben van játék. Igen, figyelni. Igen, mert... Tehát ugye az elefántok... Hogy mondjam? Agresszíva. Na, folytassuk a scoutolást. De gyakorlatilag egy teljesen mezei 22 popos menetánzzal fogunk nyitni. Az elefánt egyébként azért jó, mert ugye, mert több benne az élelem, amit szeretem. Én nem olyan testű állat, az egyből. Akkor előny, hogyha olyan cívvel vagyunk, akiknek mondjuk, tudom én például a mongol, akinek bónusza van ugye a húsra.
Most egyébként az ellenfelünk az kicsoda és milyen erősünk. Egy AI-val játszunk, ha gondolom. Extrém? Perzsa. Perzsa. Hát ők szeretik az elefántokat mondani. Igen. Tehát gyártjuk a menetáncokat. És ugye aki nézte már végig videóimat, annak elég unalmas lesz az eleje, vagy hát nem feltétlenül unalmas, de sok újdonság nem fog történni, mert egy menetánc build orderrel kezdünk. Három menetánc fogunk csinálni megint? Így van, és utána... És utána ugye megyünk... Tehát égülőkre fogunk menni, utána pedig nem fizetni. Árcserekre. Hát igen, és onnan lesz a majd az Eagle switch, ugye először mennyi sérült valasztalban. Van olyan civilizáció, aki ellen mondjuk konkrétan nem ajánlod ezt a fajta rás taktikát? Hát nem nincs. Én imádom. Imádom a menetánc, kavágás. Én eddig csak a ellenfélként találkoztam az ígülökkel, és hát tényleg kiborító, tehát csak ezt tudom mondani. Úgyhogy én nem találtam ellenszert, mert egyszerűen sokan jönnek, nagyon gyorsak, nagyon gyorsan odaérnek. Csak idegesítő, tényleg. Úgyhogy igen, ez jól lehet vele raidelni, nagyon szerintem a legjobb raid unitja a játéknak. Ugye látszik, hogy már dobálunk damage-et dobni az ellenfélnek, és már építjük az archery range-et. Próbáljuk a nyersanyagokat egyensúlyban tartani. Igen, itt a menetáncrás az már úgymond be is élt. Nem reagál rá még a Perzsa. Még azt elkapod. Nem lehet. Igen, apró örömök. De nem. Most vagyunk a 12. percnél. Feudal Age, 3 menetánc kifejlesztve rédelünk. És tulajdonképpen most arra kéne switchelnünk, nem? Hát, ugye... Most gyakorlatilag állunk fölfelé szépen a Double Archerre. Ugye aki tudja, hogy a Double Archer kifejezetten nem két archert jelent, hanem ugye ez a két archeri range-ből való folyamatos íjász pammolásnak a neve, tehát azt nevezzük Double Archernek, tehát héttel vagyunk ugye aranyon, és 11-el fán beházadott. Egyébként a sasok azok mibe fognak kerülni? Mire kell figyelni itt az ekupon aztán? Na, ez egy T90 farm. Jó a kérdés, és örülök a kérdéseknek, mert hasznosan csak közben figyelni is kell. A sasok borzasztó arany nehéz jutottak. Egy sas 20 kaja és 50 arany. Fetség. Most azért a menetámszal azért elég jó tímicsot tudtam bevinni. Hát azt látjuk. Hát igen, hál' Istennek. Jó, csak nehogy az legyen a vége, hogy a sasokat mi be sem mutattuk, és már vége a game-nek, tudod? El se jutunk odáig. Jó. Kérdöd az álcsereket. Ekkó nagyon balanszban van. Gyűjtöd az aranyat, azt is látom. Na, 7 paraszttal, tehát ugye célunk elérni 12-13 farmot. Ugye most van 10 farmunk, ugye már úgy 9 áll és...
Most az íjászt azt nem kell túlzázolni egy 8-10. Egyébként az íjászra miért van szükség? Egy ilyen kitöltő unitnak? Kell valami feudálkori follow-up, tehát fogalmazhatunk nyugodtan kitöltő unitnak. Az íjászokra nem rakom rá a páncélt, azt érdemes tudni. Azokat nem fejlesztett, tényleg csak kitöltő unitra. Ez akkor... Azért nem tudom, az túlzás, ugye megvannak a farmok, és... most megyek az íjászokkal. Látni lehet, hogy néz ki az ekom. Tehát van 13 farmerem, 10 lumberjackem. Jó kutya ül, és most... És 11 aranyon? Igen, tehát nagyon sok az arany bányászom. Az örülnék, hogyha nem bagolnának. És megyek ugye rédelni az ellenfelet. Rakoljuk le a második barakkot. Ez csúnya lesz. Jó, az ekkorban aztán észrevettem, hogy mondjuk most húsból és aranyból ugyanaz a szinten volt. De azt beszéltük, hogy aranyból kb. 2 annyi kell majd, mint húsból. Igen, sok aranyra lesz szükség, de azt tudni kell, hogy a farmnál más egy kicsit a történet, méghozzá azért, mert ugye mi parasztokat is akarunk majd gyártani közben, tehát nem csak... Értem. Tehát arra is kell kajolni, értem. Biztosan. Így van, és... Jó, amit nem látok, hogy mondjuk a másodlagos aranyhoz is már jön, tehát egyelőre még csak a main goldot bányászod. Ez a réd is egész jól sikerül. Ezeket a woodline-t ezt jól elkaptad. Hát igen. Igen. Hát ott ez egy jó damage volt. Három barak. Tehát a barakból fog jönni a... Ez nagyon fontos. Az a barakból fog jönni az ígülünk. Nyilván ott már. Na most lehet, hogy majd jól elhasználjuk. Kicsit. Elkezdtük a Castle Age-et. Igen, nagyon. Közben. Megfejlesztük a vendégeket. Nagyon sok a... aranyam, és kevés a kajám, ezért elvettem egyet. Ugye iszonyat brutális lassan készülnek el a sasok. Egyébként igen. A feudális korban látod? Ilyenkor nem érdemes kifejleszteni a... Ja, de az csak kastélyban van. Az a kastélyban van. Amikor tudsz gyorsítani, ugye? Squires, igen. Ez a Squires nevű technológia. Azt jelenti, hogy a fegyver hordozó. És ez konkrétan azt hiszem, hogy kastélyban lehet a kastélykorban kifejleszteni. Nem, azt valamivel kevered. A Squires-t a barakban lehet kifejleszteni. Nem az, de a kastélyban is van egy olyan fejlesztés, amikor a unitokat tudod gyorsítani. A unitok kifejlesztését. Ja, az Imperial technológia, conscriptionre gondolsz. Ó, Imperial. Ó, hát odáig azért nem fog eljutni. Elite Eagle Warrior, és először nem gyártunk... először nem gyártunk parasztot. Tehát Elite Eagle Warrior legyen meg, és azzal elindulunk. És törekszünk arra, hogy elhasználjuk az alanyunkat. Igen, itt most egy kicsit a húsból kevesebbet fejlesztettünk, kevesebbet húztunk, viszont nagyon sok a fád és az aranyát. Fádból, a fá azért fog kelni, mert mindjárt elkezdek lerakni tomcentereket, meg farmolni fogok. Amint látszik azért az arany az bizony fogy. Ha megfigyeltek, kőkeményen fogy. Csak hát ugye az ellenfélnek ez szörnyűen. Hát mondjuk azok a sasok azért eléggé írtják a skirmiket, meg a
Bárkit, aki jön ellenük. Jól látom. Tornyot is simán le lehet szedni velük, mert le fogják szedni. Ha, ilyenkor, tehát nekik van azért erősségük az épületek ellen is. Ezt nem tudom, megmondom őszintén, most hazudni nem akarok, nem tudom, hogy van-e bónusz damage a sasnak az épület ellen. Azt láttam, hogy elég gyorsan megmondom. Igen. Hány sas volt egyébként? Mennyi volt ott? Nem számoltam össze, egy 10? 15? 12? 16 most már. 16 van? Tehát a fa az azért kell ugye, hogy farmoljunk tovább. És most már lehet egy kicsit elkezdeni. Tehát két vagyunk. És én szeretem elhasználni teljesen az aranyat, és csak utána... Crossbowman upgrade az opcionális, tehát hogy ha szükség van rá, ki kell fejleszteni, ha nincs rá szükség, akkor... Akkor nem. Akkor nem feltétlen. Egyébként bármilyen előnyben van, de ugyanúgy viszed tovább a második, harmadik tankcentert. Mindenképpen, persze. Két is, tehát másfélszer annyi pontod van, 3400 a 2300-hoz. Megy a raid, látszik, hogy tulajdonképpen militáriban sokkal-sokkal erősebb vagy, de egyfolytában figyelem, hogy azért az ekkora nagyon ügyelsz, mennek a TC-k, egyfolytában tolod a villagereket, stb. Hát, hogy akkor ez nagyon fontos, tehát ez minden gameben nagyon fontos. Mert ugye az Echo gyakorlatilag az alapja a későbbi dolgoknak. Tehát nekem nagyon sokáig azért nem tudtam egy bizonyos szintről ellépni a játékban, mert nagyon ilyen mikro bugus voltam, hogy majd én kimikrózok mindent. Úgy gondoltam, hogy az a játék, és ugye sokkal inkább a játéknak a folyamatos egyensúlyban tartása, az ekonomi, az ami sokkal fontosabb, tehát próbálunk úgy balanszolni, hogy lehetőség szerint ne halmozzunk föl készleteket, és amink van, azt próbáljuk meg elhasználni. Igen. Ezt szerintem egyébként a kezdőknek, úgy például nekem, ez a legnagyobb hibám, hogy azt veszem észre, ha nyerek egy gémet, rettentő sok nyersanyagom marad. Nem használom el. Nagyon-nagyon ekkora figyelek, vagy nem figyelek rá, csak egyszerűen annyira megerősítem, hogy... Ez az Quiet látod, ettől fognak gyorsabban. Aha. Azért látszik is, hogy nagyon gyorsan odafutnak, és mivel nagyon nagy a HP-jük, ezért nem éreznek fájdalmat, hogy így mondjam, és simán odaérnek, és szedik szét az ellenfelet. Én azt szeretem, hogy ugye nem különösebben zavarja a TC, tűz, tehát nem látható. Igen. Elvesztettem eddig két sast. Hát, mint másik oldal, pont ugyanezt éreztem én is mindig. Jönnek a sasok, és hiába lövöm, azok csak jönnek. És baromi gyorsan odaérnek. Ez egy jó népnek tűnik egyébként. Személyiségű skill-sem hoz a gép. Ugye nyilván azért már rég befejezhettük volna ezt a játékot, csak az a cél, hogy lássák az emberek, hogy ezt hogyan kell csinálni. Arszont, azt mindjárt ki is fejlesztem az Arszont. Ő mit tud? Épület ellen... Fejleszti ki a crossbow-t. Nincs rá szükség, de egyszer idegesít, hogy nem crossbow-in van. Na és hát a paraszt és a pop az bizony sosem elég. Tehát az mindig... Arra mindig figyelsz, hogy tudod, nyomjad a tankcenterben, tehát képezzék a villagereket az összesbe. Egyébként ez fontos, hogy legyen IS támogatás, vagy ez nem annyira? Hát ugye az a kezdete az egésznek megértük. Tehát ugye Archerről megyünk, tehát ezt tudni kell, hogy meg lehet csinálni a sima Eagle-t is, tehát elfalazunk és csak Eagle, de az jól falazható map kell, mert az
az legalábbis szerintem borzasztó kockázatos. Tehát ott az ellenfélnek túl nagy lesz a map kontrollja, ott túl nagy lesz ugye az előnye. Tehát azért azt látni kell, hogy jó ez az Eagle, tényleg jó, de azért ugye van egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy minimum damage. Az azt jelenti, hogyha például van egy Eagle-nek 5-ös pierce armorja, és veszünk egy skirmishert, aminek 3-as az atakja. 3-as az atakja. Az azt jelenti, hogy ugye minusz 2-t kéne neki sebeznie elméletileg, mert a 3-as atakból 5-öt levesz a pierce armor, igaz? Így van. Viszont, hogy ilyen ne lehessen, ugye vannak nagyon overpowered unitok a játékban, aminek valamilyen nagyon magas. A Goat Huskernak a pierce armorja, a Teuton lovag agyon van páncírozva milli armorral, most sorolhatnám, egy csomó egységnek magas armorja van, és hogy ne legyen az, hogy gyakorlatilag az egység legyőzhetetlen, van egy úgynevezett minimum damage. A minimum damage az 1. Az azt jelenti, hogy ha 60 skirmisher egy teli találattal eltalál egy 55 HP-sast, vagy hát 55 skirmisher, akkor akármilyen gyenge ratyi skirmisherek, azok meg fogják ölni, mert a minimum damage mindegyiknek egy. Most az azt kell tudni, hogy amikor mondjuk már az ellenfélnek komolyabb crossbow létszámot sikerül, tehát minél komolyabb a range unitoknak a létszáma, annál inkább olvad a sasnak a jelentősége az 1v1 elleni harcban. Tehát úgy értem, hogy mondjuk ha van 50 crossbowja az ellenfélnek, és nekünk 50 sasunk, akkor ő már közel van ahhoz, hogy egy hitálni tudja a sasokat, tehát hogy egy lövéssel lemennek a sasok. És akkor ki tudja mit hozni kávé a mi kis seregünket. Hát így van, és ugye az a cél, hogy rédelni az ellenfelet. Tehát a sasok abban nagyon jók, hogy átfut mindenen, nem érdekli a TC-tűz, gyors, befér szűk helyeken, elférnek a sasok, és ebből kifolyólag egy nagyon effektív raid unit. Én ezért szeretem nagyon. Tehát ugye 4 unitot tud feudálban gyártani a mezócív. Menetármzott, Spearman-t, Archer-t és Skirmisher-t. Illetve ötödiknek a sast. De a sasokat ugye mondtam feudálban a nerfelés miatt, hogy le van lassítva a gyártásuk, nem javaslom, hanem sokkal inkább kastélykorban akkor már egy nagyon effektív, és hát nyilván ugye az Inkának hogy a Pierce Armor-ját föl lehet vinni összesen 10-esre. Tehát azért azt tudni kell, hogy ezért a 10-es Pierce Armor-ja az imperiálkori Elite Eagle Warrior-nak, amire ki van fejlesztve a Fabric Shields technológia 10-es Pierce Armor-ral, az ugye a legnagyobb Pierce Armor-ú sas a 3 közül. Az egyik cimborámmal, akivel nagyon szeretjük a sasokat, ővele szoktunk arról beszélgetni, hogy az Azték sas tud a legnagyobbat támadni a Garland Wars technológia miatt, kap plusz 4-et. A Maja a Zeldorado miatt kap plusz 40 HP, tehát nem 60, hanem 100 HP-s lesz az Elite Eagle Warrior. Ez ilyen elpusztítatott. Igen, és az Inkának meg ugye 10-es a Pierce Armor, hogy milyen jó lenne össze nyomni ezt a 3-at, és egy plusz 4-es támadású 100 HP és 10-es pírszámon, úgy gyakorlatilag az nem is sas lenne, hanem Terminátor, de hát nyilván... Hát vagy Paladin, igen. Igen, körülbelül. Ja. Úgyhogy ez volt a... Hát ugye ez Man-at-Arms Archer sas build order. Most egyesével nem fogom bemutatni mind a 4-et, de az a lényeg, hogy én ezt tartom ez a legjobb. Ezzel minden szakaszban a játéknak van egy olyan egységünk, amivel tudunk damage-et bevinni az ellenfelünknek. Nyilván, ha falaznak nagyon erősen, akkor azért látni kell, hogy a sas, az akkor jó, ha tud rédálni. Tehát, hogyha körbe van teljesen kőfallal falazva az ellenfél, akkor át kell gondolni a stratégiát, de a sas egy ideális raid unit. Úgyhogy ennyi volt ez a lecke. Van esetleg, Levente, bármi kérdésed? Én szerintem végigmentünk mindegyikkel, hát remélhetőleg ilyen szinten mondjuk Imperial Age-ben már nem érünk el, tehát ezt így Castle Age-ben le lehet zárni, úgyhogy szerintem ez király, ezt én is ki fogom próbálni. A toronásnál nagyon bejött, tehát ezt imádtam, fogok feltenni erről is majd videót. Ez szerintem király, nagyon jó, hát tetszett. Jó gyakorlás mindenkinek, sziasztok! Én is ezt kívánom, sziasztok!